Figyelem, figyelem, ez csak egy paródia, én ezzel senkit nem szeretném megbántani, ez csak a vicckedvéért készült, és készüljön is a videó. Hello mindenkinek, már láttátok a reggeli és az esti rutinomat is, de mi is következzen most, rájöttetek. Következzék a, várjunk, hogy is hívjam. Talán nappali rutinom, vagy délutáni rutinom. Fogjál már be, kikérdezett téged, nem csoda, hogy senki sem bír. Szóval jöjjön a nappali, vagy délutáni, vagy milyen rutinom. Ha délután, akkor ez csak egy dolgot jelenthet, meg amúgy minden más időpont is, jöhet a napom kedvenc része, ami nem más, mint a... De természetesen mielőtt én ennék, elkészítem őfenséges királynőjének az étkét, puding kis cicámnak, aki ezt az egyáltalán nem valami állatnak az agyára hasonlító kaját fogja megenni, nagyon fincsi lehet, nézzétek mennyi incsi fincsi néz ki. Na puding, szeretnéd? Mi van? Hadd ne zaklassál már engem meg én. Ez az isteni guszta kajácskából. Mi ez a hányadék? Jaj. Kicsit mondjuk a szaga az egész, jó? Szóval jó, hát. Nem nyalod le a kanalat, kis cicám? Nyald le inkább, te úgyis te vagy itt a segnyaló. Ahogy a mondás is tartja, ebédre egyed a legkevesebbet, és most én is úgyis diétán vagyok, szóval tényleg csak néhány falatot szoktam ilyenkor bekapni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elmém éles maradjon és jól vágjon, mint egy olló. Értitek, jó, ez jó szar volt. Szóval, inkább ezt meg is untam, lolozzunk egyet, de természetesen először bekapcsolom Attila videóinál azt a kis harang szarizét, hogy kapjak értesítést a videóiról. Várjunk, nem mint hogyha ezt be akarná valaki kapcsolni, de mindegy. Ezután a sok tanulás után szükségem van egy kis friss levegőre, szóval át is adom magam a természetanyáknak és egyesülök vele. Na jó, ennyi elég is volt, most már húzunk is vissza, melyik kulcsa nyílik, nem az, hogy már meg, na, ez, fújtsunk is vissza a barlagunkba. Ezután a nagy kintlét után muszáj egy kicsit felpörgetnem a csímet és a belső harmóniámat, szóval csinálok párat a kedvenc jóga pózaim közül. Ezután gyakorlom egy kicsit a videózást, ugyanis a bezsűzőizmaim nem zsűzik be magukat. Ennek nem volt semmi értelme. Ja vagyok! Hello mindenkinek, az én nevem Attila. Csecse Attila. A nagy sportolásuk után muszáj valami kényelmesebb hacukába átöltöznem, szóval fel is veszek valamit, gyors magamra kapok, ó igen, ez pont tökéletes lesz. A nap lezárásaképpen pedig felhívom pár kedves videós barátomat. Igen, vannak barátaim. Kihangosítva? Szia Barni! Attila, bocsi, most nem érek rá. Jaj, bocsi, saj, én bocsi, hogy zavarok, de akkor mikor érsz rá, mikor hívjalak vissza? Ma? Szia Lina, olyan jó veled beszélni, hallod, Barni annyira fura volt. Szia, Lina telefonja, jelenleg nem tudok beszélni, de amit tudok, visszahívlak. A shift után hagy üzenetet. Bép. Hallod, Lina, léci, hívjál vissza, mert nagyon fontos dolgokat kell veled megbeszélnem, kérlek. Na jó, akkor majd hívjál, na szia. Most látok, tuti bevettel, remélem nem fog visszahívni többet. Szia Kitty, már megint Attila hív, most már biztosan unod, de olyan jó lenne hallani a hangod, mert nagyon régen beszéltünk. Szia Maris, én vagyok az, gondoltam megajándékozok egy kicsit a személyiségemmel, szóval mesélj, Mizu veled. Hallod, te honnan szerezted meg az új számomat? Úristen, megint meg kell változtatnom, pedig miattad változtattam meg múltkor is. Szeretnek. Tényleg. Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és remélem, hogy tetszett nektek ez a rutinos paródia sorozatnak az utolsó része volt, mert most már több rutinom nem lehet nekem sem. Hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és hogyha lesz ez a videón 10 000 like, akkor lesz egy gondolatok a fodrásznál videó. Nem, amúgy ez a videó amúgy is lesz, kedden fogom, ha minden igaz, felvenni, de hogyha lesz 10 000 like a videó, akkor én nagyon boldog leszek. Nagyon remélem azt, hogy mindenkinek jól telik az iskolának az első hete, igaz, ez még csak a legelső hét volt, szóval még nagyon sok hátra van. Úgy érzem, hogy nem jól bíztatom az embereket. Na mindegy, nagyon remélem azt, hogy jó napotok van, és hogy tetszett ez a videó, hamarosan újból találkozunk. Én Attila voltam. Sziasztok! Hölgyeim és uraim, a Kitty most ért haza, és bemutatja nekünk az új hajkoronáját. Miután levette a cipőjét. Addig átszórakoztatom az embereket. Itt vagyok. Menj innen, ki. És hogy nem látod, gyere közelem. Menj egy kicsit hátra. Jó szar. Mi? Nem. Csá. Jaj, kim van mindenem. Indexképet csinálok, menj el innen.